Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, szeretettel köszöntjük Önöket a ma esti beszélgetésen, a ma esti könyvbemutatón. Nagyjából egy órás programmal készültünk, beszélgetéssel készültünk a mai estére, és hát ugye itt a Libri könyvpalotának az első emeletén az emberiség fáklya időinek a megjelenése kapcsán tartjuk ezt a kis találkozót, a bemutatása kapcsán tartjuk. Az estet nagyjából 6 óráig tervezzük a beszélgetést, és 6 óra után lehetőség van arra, hogyha a könyvbe bele szeretnének tekinteni, illetve azt megveszik, lehetőség van a könyv dedikálására, valamint beszélgetni is lehetőség van a főszerkesztővel, illetve vendégeinkkel. És akkor én meg is ragadom az alkalmat, hogy bemutassam Önöknek vendégeinket. Elsőként szeretném bemutatni Püski Istvánt, a Püski Kiadónak a vezetőjét. Szeretném bemutatni Hendrey Tibort, buddhista tanítót, a Shambhala Tibet Központnak a vezetőjét. És végül, de nem utolsó sorban, Torgyán Attilát, a kiadvány, ennek a csodálatos kiadványnak a főszerkesztőjét, az Etalon Kiadónak az alapítóját. Ha nagyon-nagyon röviden kellene ezt a könyvet bemutatni, és csak a felszínéről elmondani 3-4 dolgot, akkor annyit tudnék mondani elöljáróban, hogy 22 év munkája ez a három csodálatos kötet, 3 kötet, 511 oldal, 222 fáklyavivő, és 50 embernek, 50 szerkesztőnek a kutató munkája kísérte végig az életútját ennek a kiadványnak. És hát akkor azt kérdezném tőled, Attila, hogy erről a 22 évről mondanál-e valamit, hogy hogy alakult ebben a 22 évben ennek a három csodálatos kötetre rúgó kiadványnak az élete? Hát ez a munka tényleg 22 éve, 2000-ben kezdődött, és volt először is nekem egy ilyen mániám, hogy valami miatt nagyon érdekeltek a szentek, a mesterek, gyűjtöttem a képeiket. És az volt a specialitásom, hogy nem csak az úgynevezett katolikus szentek, hanem mindenféle más vallásszentje is ugyanúgy érdekeltek. Keresgéltem olyan embert, aki hasonló érdeklődési körű, de nem is találtam, mert minden szennek ugye maga felé hajlik a között. Szóval tulajdonképpen egyedül voltam ezzel, járogattam kelet-nyugat boltjait, abban az időben sokat utaztam, mentem Indiába, mentem Münchenbe, a különféle nagyvárosok boltjaiba, és sehol se találtam olyan könyvet, ahol együtt lettek volna a különféle nagy emberek, és a gyűjtő munkámat aztán úgy folytattam, hogy könyveket vásároltam, összeolosztam ezeket a képeket, és betettem egy könyvbe, a Szellemi Képtárnak neveztem el, és nem állt meg ez a szenvedély, mert elkezdtem aztán az életükről kutakodni, és akkor rájöttem, hogy egyáltalán nincs ilyen könyv a világon. Biztos van, de a fáklyavivő, én nem találtam a fáklyavivőkhöz hasonlót, hát egyáltalán még a prototípusa se volt meg. Remélem mások is készítettek velem együtt, nem tudom, Madagaszkáron vagy Amerikában hasonló könyvet, de én nem tudok róla. A lényeg az, hogy így indult el a munka, és adtunk neki egy hangzatos címet még 2000-ben, az volt a cím, hogy az emberiség fáklyavivői, ez egy beszédes cím, és hát 7 év volt, mire az első könyv megjelenhetett, aztán megint eltelt 7 vagy 8 év, mire a második, és akkor most megint 7 év. Egy nagy nekifutással jutottam el 22 év után a harmadik kötetig. Ami nagyon érdekes, hogy közben azért több krízisem volt. Volt például a második kötet után egy olyan időszak, amikor szinte rá se tudtam nézni szentekre, mesterekre. Annyira beteltem vele, és magam se tudtam elképzelni, hogy hogy fogom a tervemet megvalósítani, hogy befejezzem a művet. És tényleg egy önátlépésre volt szükségem. Egyszerűen számomra tényleg képtelenségnek tűnt, hogy ezt a harmadik kötetet megírjam. Viszont annyit tudni kell, hogy a három kötetben nagyon sok segítőm volt. Például hát ebbe a harmadik kötetben több mint 50 ember volt, aki segített anyagokkal, kis életrajzi adalékokkal, életrajzokkal, és ezek az emberek
nagyon sokat hozzátettek a könyvhöz. Persze utána jól megvágtam, olloztam, átalakítottam a legtöbb életrajzot. Sokat volt olyan, amihez nagyon kevéssé kellett hozzányúlni, de tulajdonképpen akkorra már volt egy stílusa a könyvnek, amit tartani akartam, és a harmadik kötetben úgy érzem, hogy emelkedhetett a színvonal. A lényege az egésznek az, hogy szándékosan belesűrítettük a különféle nagy embereket egy könyvbe. Ez egy nagy szimbólum, hogy nem külön vannak, nem sokan javasolták, hogy legyen egy katolikus lexikon, legyen egy buddhista lexikon, legyen egy hindu fáklyavivők, és külön könyvre tagoljuk, de nem. Pont ez a lényeg az egészben, hogy együtt, egy könyvbe ott vannak ezek az életrajzok. Hát egyelőre most ennyit mondanék el, aztán úgyis jönnek a kérdések. Köszönöm szépen. Ugye ebben a három kötetben 222 fáklyavivő van jelen. És ezek a fáklyavivők, ezek különböző vallások, különböző vallási irányzatok képviselői, és nem csak ilyen módon szedtétek össze, nem csak ilyen módon tagoltátok ezeket a hihetetlen életutakat, nem csak ezen a módon mutattátok be, hanem ugye itt együtt vannak az exoterikus, az ezoterikus és a misztikus nagy fáklyavivők, tehát megférnek egy könyvben, egy ilyen ökoménia szerűen megférnek ezekben a kiadványokban. Én most az urakhoz tennék fel kérdést, hogy ezeknek a fáklyavivőknek ebben a korban, amiben ma élünk, most itt, ezekben a napokban, mi a jelentősége annak, hogy egy helyen vannak, és az, hogy elérhetők ezen a módon? Hogy látjátok? Szerintem nagy jelentősége van, hiszen ha körülnézünk, jelen pillanatban, tehát most a már főleg a 20. század második felében is, de ma még jobban talán, mindenki keres. Mindenki úgy érzi, hogy valahol megrekedt, valami ebben a világban, tehát a lelki világban, a hitben, mondjuk úgy, hogy hitben megrekedt, és keres valamit, hogy tovább tudjon lépni. És egy ilyen könyv, mint ez a könyv is, ez a harmadik kötet, itt bemutat különböző irányzatokat, amik nem cáfolják egymást, tulajdonképpen segítik egymást, de mégiscsak arra alkalmasak, hogy ha valaki kereső, akkor megtalálja azt a ízt, ami leginkább megmozdítja az ő lelkét. Ez lehet katolikus, lehet református, lehet evangélikus, lehet buddhista, lehet mondjuk úgy, hogy magányos út, mert hát magányos út is van, ami tulajdonképpen úgy veszi, hogy a különböző tanításokból próbál magának egy utat, egy lehetőséget megteremteni. Ja, mert hiszen azt hiszem, ezt mindenki tudja, aki itt ül, hogy hegy csak egy van. Különböző módon próbálunk rá fölmenni arra a hegyre, és különböző eszközökkel. És van, aki azt gondolja, hogy sokféle eszközt akar használni, van, aki azt gondolja, hogy a katolikus eszközt akarja használni, van, aki azt gondolja, hogy a buddhistát. Ez a lelkiség kérdése. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen, hogy többfajta, tényleg többfajta, mert hát most éppen ebben a kötetben én is kicsit beledolgoztam, mert Attila kérte, hogy én a Don Juan Castaneda, Carlos Castaneda, ennek az irányzatnak vagyok egy, mondjuk úgy, hogy vivője, és erről kellett írnom, és ez is benne van, miközben ott van egy katolikus szent, a képeken lehet látni. Tehát minden ott van, mindenfajta, mert minden egyforma, ne haragudjanak, hogy így fogalmaz, mert az ős tudás az, hogy keresem azt, ami a teljesség, az mindegyikben benne van. Na, már túl sokat beszéltem, úgyhogy én továbbadom Endrejét. Már a kérdés is kicsit közhely, de nem a te kérdésedet akarom ebben véleményezni, az én válaszom is az lesz, és az előző válaszhoz kapcsolódva, hogy igen, nagyon nagy jelentősége van ennek a könyvnek. Nagyon szép könyv, nagyon szép kiadás.
És ebben nem csak úgy általában akarom dicsérni, tényleg ezt gondolom, mint 30 éve vagy 35 éve spirituális utoljáró ember. Különösen annak örülök, hogy nem téma szerint vannak csoportosítva a szerzők, hanem ABC sorrendben. Ez egy nagyon-nagyon szép gesztus mindenkifele ilyen szempontból, és fontos gesztus is. És úgy érzem, hogy ezt folytatni kéne, és szeretném ajánlani a kiadónak, hogy még azért vannak érdekes, jó emberek, szent emberek, vannak még, akik tudnak újat mutatni, tehát ezt érdemes lenne folytatni. Van egy másik könyv, ami nyilván nem alkalmas, egy másik könyvet reklámozzak, ez a Lélek Enciklopédia, ez a Székely Attila nevű marosvásárhelyi filozófus adta ki. Ahhoz tudom, annak a könyvnek a jelentőségéhez tudom ezt hasonlítani. Tehát egy 5 kötetes, és a lélek általános fogalmát az összes kultúrkörből és vallásból tárgyalja. Ez a könyv meg egyedülre csak 3 kötetben, és még egyszer ismétlem, remélem, hogy folytatódik. A legjelentősebb személyeket emeli ki. És ezek mind élő személyek, egyik sem mítikus személy, hanem mindegyik élt. És érdekes módon, ha valaki elolvassa ezt, én nem tartom érdekesnek, csak lehet, hogy valakinek érdekes, mindegyik egyfele mutat. Szóval ugyanarról beszél, itt nem lehet különbséget tenni, nem arról van szó, hogy ütköztetjük a véleményeket, meg a hitet, meg ilyeneket, hanem ha elolvassuk akár csak felületesen is, de a gondosabb, vagy ha alaposabban, akkor mindenképpen láthatjuk, hogy egy a hagyomány. Egy a hagyomány, annak vannak különböző ágazatai, ahogy István barátom mondta, a hegyre egy hegy van, csak különböző úton lehet megközelíteni. Ez a könyv ékes bizonyítéka ennek. Nagyon-nagyon hasznos és nagyon örömteli, hogy a legkülönbözőbb hagyományok jelennek meg ebbe a könyvbe. Nem sorolom fel, mert szinte minden hagyomány, szinte minden vallás, azokon belül kevésbé ismertek így, annál jelentősebbek is, tehát nem csak Buddha, Jézus, meg egyéb nagy keresztény, katolikus szentek, hanem olyanok, akikről a nagy közönség általában nem is hallott, de ha beleolvas, elolvassa, akkor látja, hogy jelentősen befolyásolták a emberi világ spirituális fejlődését és hagyományát. A folytatásban arról kérdeznek, Attila, hogy amikor elkezdődött a könyvnek a válogatása, most beszélhetünk csak a harmadikról, ezt rábízom, vagy a 3 kötetről egyformán, hogy a válogatás az, hogy kiket szeretnél benne látni, kiket szeretnél benne bemutatni az olvasó közönségnek. Ezzel kapcsolatban mondanál-e nekünk pár szót, hogyan alakult a gyűjtés, a válogatás, és hogy kik kerültek bele a mostani 3 kötetbe? Igen, köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés. Már az elején nagyjából tisztázódott a lényeg. Az, hogy olyan embereket szerettünk volna a könyvbe beválogatni, akik valamit tettek az emberiség morális előrelépéséért és a szellemi erőrelépéséért. Ezek tiszta szempontok. Tehát nyilván nem kerültek bele olyan fekete mágusok, akik az önzés útját választották. Olyanok kerültek bele mind, és minden egyes vizsgálatnál, kicsit úgy, mint a katolikusok, ugye szenté avatnak valakit. Tehát itt nem szenté avatás volt, hanem fáklyavivővé választás. Tehát egy nagyon komoly vizsgálat volt, és sok ember ki is került emiatt a könyvből, mert úgy éreztem, hogy ebbe a morális dologban nem tudott segíteni annyit az embereknek. Tehát ez volt a fő szempont, és az első kötetnél nyilván azért a nagyobbakkal indultunk, tehát a legfontosabb személyiségekkel, de a legizgalmasabb számomra a 2. és 3. kötet volt, amikor egy óriási palettája nyílt ki a különféle csodálatosabb embereknek, mint például, most mondok egy példát, a 3. kötetben előjött Kronstadti Szent János. Nem is hallottam róla egész életemben. Egy csodálatos ortodox szent, aki hajnali 3-kor, tehát úgy indult az élete, így kezdem, hogy úgy indult az élete, hogy felajánlotta magát. Valami nagy kegyelem folytán valakit a közbenjárását kérte. Azt mondta, hogy ő nem jár közben senkiért, mert ő egy nagy senki. És mégis rávették arra, hogy tegyen valamit egy másik emberért, egy imát elmondott. És az az ember meggyógyult. De olyan betegségből, ami ugye szinte halálos volt, és akkor az emberek elgondolkoztak, és mentek hozzá. És mindenkiért közbejárt, ő aki magát nagy senkinek nevezte, és mindenki meggyógyult.
És onnantól kezdve olyan ember lett, olyan híres ember lett orosz területen, hogy hajnali 3-kor kellett felkelnie, 4-kor már ment a templomba, amikor már több száz ember várta, és utána jöttek a gyóntatások, a liturgia több órán át tartott, és délig tartott a miséje. Tehát tulajdonképpen hajnali 3-tól délig teljes elfoglaltsága volt, és közben rengeteg embernek segített. De én nem tudtam például róla. Tehát még mindig új és új emberek jönnek elő. Most Atosz-hegyén voltam, és ott például megismerkedtem Hadzi Georgisz életével, és döbbenten láttam, hogy róla se tudtam semmit. Tehát a Hendrei Tibor barátom jól mondta, hogy egy csomó ember, még egy csomó lehetőség van, hogy bekerüljön ebbe a könyvbe. Itt a harmadik kötetnél egy nagyon fontos szempont volt, hogy minél több olyan irányzat bekerüljön, ami fontos, hogy benne legyen a könyvben. Én eredetileg 3 kötetre álmodtam meg ezt a művet, és így kerülhetett például Don Juan. Itt Püsk Istvánnak külön meg kell köszönjem, hogy megcsinálta a Don Juan életrajzot. Ugye én tudtam már, ez az életrajz egyáltalán nem lett az egész világon így összerakva. Ő a Castaneda művekből kihámozta az életrajzát, ami szerintem nagy különlegesség, de másokat is ugyanígy tudnék dicsérni, mert nagy kutatómunka kellett ahhoz, hogy ezek az életrajzok együtt ebbe a könyvbe benne legyenek. És hogy még befejezzem egy gondolattal, az volt itt az álmok futás számunkra, hogy minél több témát bezsúfoljunk ebbe az utolsó kötetbe. Például a Jézus Szent Szívének tisztelete, ami ugye a katolikus vagy a keresztény misztikában nagyon nagy jelentőséggel bír. Vagy például a Jézus Szent Sebeinek a tisztelete. Vagy legyenek benne nagyon fontos buddhista irányzatok, a Kadam tradíció, az ortodoxiából a legfontosabb szentek. Legyen ott például az Atosz alapítás és az Atosz szentek vonulata, és így tovább, és így tovább. Itt a 72 életrajz 78-ra bővült a harmadik kötetnél. Nagyon meglepő volt, mert egyszerűen éreztem, hogy valami miatt nem 72 lesz, amit én pedig elhatároztam. És így a 72 meg 78 összeadva 222. Ugye, akik számmisztikával foglalkoznak, tudják, hogy ez nem is akármilyen szám. Tehát valahogy így alakult a könyv magától, égi segítséggel, és még ezt elmondanám, hogy égi segítség nélkül ez a könyv nem jöhetett volna létre. Tehát itt most megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem az égieknek azt a sok jót, amit tettek ezért az egész ügyért. Mert köszöngethetünk itt egymásnak, és kell is köszöngetnünk, de igazán ez a könyv a legékesebb bizonyítéka annak, hogy van égi vezetés, és hogy nem vagyunk mi emberek magunkra hagyva. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm vendégeinket kérdezném, hogy ha megint visszajövünk a jelenbe, és azt mondjuk, hogy itt van 222 életút, be van mutatva, de ezeknek az embereknek az üzenetei, mi az, ami ezekből az üzenetekből a mai ember számára szól? Mi az az üzenet, ami abban a környezetben, amiben most vagyunk, azzal a terheltséggel, amivel most élünk, ezeknek az embereknek az üzenete 1000 évekről, ezelőttről mégiscsak aktuális, és mégiscsak oda kellene figyeljünk ezekre az üzenetekre. Én tulajdonképpen talán azt mondom, hogy egy mondatot tudnék mondani, egy dolgot. Keresd a fölötted lévőt. Keresd a többet, mint amit el tudsz képzelni. Talán ez a legegyszerűbb megfogalmazás, és akkor nem megyek bele a különböző vallásokba, hogy keresd Istent, vagy keresd az örökkévalót, annyiféle néven nevezik meg azt a valamit, amit én például teljességnek hívom. Tehát nem fizikális valaminak, hanem a teljes. Szóval keresd a többet. Talán ez a legjobb, és ez mindegyikben benne van. Bármelyik életrajzot megnézzük, bármelyik szentet, keresőt, tanítót, aki valódi tanító, mind ezt mutatja meg, hogy keresd a többet, mint amit a fölötted lévőt. Hát ezt csak hozzátenni tudom, hogy tudok, azt, hogy ez akár egy tankönyvként is felléphet ez a 3 kötet, és most nem akarok itt túlzásokba esni, de például mindannyiunknak lehetnek ezek a
személyek példaképek. Tudnélik, majdnem minden személy egyszerű emberként kezdte az életét. Legtöbbjük nem született bele valami olyan helyzetben, ami kötelezően neki elő volt írva. Mondjuk a buddhista tradícióban van a tulku újraszületéses rendszer, ahol már tudjuk, hogy tulkuként, tanítóként fog újraszületni az elhunyt, láma vagy tanító. De azért a legtöbb ebbe a könyvbe egyszerű emberként. Tehát nekünk ezt, aki ezt végigolvassa, példaként ezek az emberek előttünk megjelenhetnek mindenképpen. És az egész három kötet, aki végigolvassa, és ajánlom is mindenkinek, ne csak csemegézzen, ha nem is egyszerre, de olvassa végig, tulajdonképpen bemutatja az egész tradíciót. Az egész földi, emberi, léti tradíciót, amiben élünk, benne van, és még egyszer hangsúlyozom, ez a tradíció egy és ugyanaz, egy fele mutat. Vannak leágazásai, vannak kis csörgedező búvópatakjai, eltűnik, előjön, megerősödik, de lényegileg minden szereplője ennek a könyvnek valahol egy nagy példabeszéd, egy nagy tanítás, amit érdemes mindenkinek elolvasni és követni, és talán egy jó pár helyen, hát hogy mondjam, ez a mag talán ki is kél, és értelme van az egésznek. Fácatlanul tudom ajánlani, hogy még legalább két kötet. Én úgy érzem, hogy öt kötet férne le vele, Attila, öt kötethez. Mit szólsz sorozattal, öt kötethez? Segítek személyeket kiválasztani, legalábbis a buddhista tradícióban. Nem az a lényeg, én mit szólok, hanem hogy odafenn mit szólnak. Annyit szeretnék én ehhez a kérdéshez elmondani, hogy tegnap pont valahogy úgy lettem vezetve, hogy volt egy nagyon érdekes beszélgetésem egy nagyon jó régi barátommal, és ez a beszélgetés elgondolkoztat. Ott látszólag kis dolgok voltak, de a lényeg benne volt, ami kitisztázódott, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az embereknek milyen képe van a világról. Milyen, nem csak, hogy milyen istenképük van, hanem milyen életképet, vagy énképet gondolnak. Na most rend kell, hogy legyen a fejekben. Ez a könyv ebbe segít, és hogy mire gondolok, hogy mit gondolunk az életről, az élet legfontosabb kérdéseiről, Istenről, hogy van-e Isten, Isten kicsoda, hogy szeret-e minket, szeret vagy nem szeret. Ha szeret, ha tudjuk, hogy van egy kegyelmes Isten, aki jót akar, és hogy minden érettünk van, és ha ezt tényleg fontolóra vesszük, akkor az egész életünk megváltozik. Lehet egy zavaros istenképünk, egy zavaros énképünk, zavaros képünk a dolgokról, és lehet egy kitisztult kép a dolgokról, és muszáj mindegyikünknek, minden egyes embernek, aki itt ül, vagy aki a világban él, ezt a képet kitisztítania, mert ezen múlik minden, a saját boldogságunk. És hogyha rend van a fejünkben, és ott van egyfajta biztonság, stabilitás, tudjuk a saját erőnket, tudjuk azt, hogy az égiek ott vannak velünk, hogy segítenek, hogy ott van egy kegyelem, hogy ott van egy szeretett világ, amiben benne vagyunk, hogyha ez így megvan, akkor az embernek önbizalma, tartása és boldogsága van. És ez nagyon nem mindegy, mert ezen múlik az egész megvilágosodásunk. Ha valaki ezt így tényleg megértette, megszülte magában, megértette, egy olyan önbizalom, tartás és emberi méltóság lesz belőle, ami a legfontosabb. Most a legnagyobb baj az, hogy az emberek elvesztették a méltóságukat, a méltóság tudatukat, az Isten tudatukat, az Isten képüket. Önmagukban nem tisztelik Istent. És ez viszont a legfontosabb dolgokról dönteni kell. Egzisztenciális, súlyos egzisztenciális döntéseket kell hozni magunkból, hogy kik vagyunk, és hogy mi az életünk célja, értelme, és ebben nagy segítséget tudunk kapni az emberiség fáklyövői által. Ehhez egy kis gondolatot hozzátűznék. Nagy öröm számomra is, szinte Lénia szerűen húzódik ez a könyv, hogy ezek a látszólag ellentétes vagy egymástól független különböző szentek, tanítók egy könyvben vannak jelen. Ez mind egy bizonyíték letehető az emberiség számára, mert valahol én mindenképpen úgy látom, de azt hiszem nem vagyok vele egyedül,
nem az emberek önmagukban kavarják össze a dolgokat, hanem valamilyen olyan erők, amiknek ez érdekel. De ez a könyv ez bizonyíték arra, hogy igenis, ez egység, ez egy, egy dolog. És ez itt van erre, meg lehet nézni, el lehet olvasni, meg lehet nézni az arcokat. Meg különben vannak erők, amik kijátszák ezeket a kulturális és egyéb különbségeket, vagy felfogásbeli különbségeket, egymás ellen fordítják. Ez a könyv, ez a három könyv bizonyíték arra, hogy nem erről van szó. Ha már az egység szóba került, ugye ennek az első kötetnek a kiadása kapcsán, vagy a gyűjtési munkának az elkezdése kapcsán jöhetett létre Magyarországon, és ha jól tudom, akkor ez is egy kuriózum, a vallásközi kerekasztal. És itt egy vallásközi párbeszéd zajlik, ahol több vallásnak a képviselői, vezetői vannak jelen. Nem olyan rég volt a 8. kerekasztal, amit volt szerencsém ugyanígy moderálni, és ott is különböző vallások képviselői jelen voltak, és arról beszélget. Különböző témák vannak ilyenkor megadva, és a különböző témákban mindenki kifejti a véleményét. Én most tőletek kérdezném, hogy ez a fajta közeledés, tehát a vallások közötti közeledés, az, hogy ne a különbözőségeket, hanem inkább mindazt, ami minden vallásban ugyanarra gyökérre mutat. Erre a közeledésre, hogyha ti szétnéztek a világban, akkor látjátok ennek a lehetőségét, hogy ez kialakul, vagy esetleg más véleményen vagytok, tehát, hogy ez a párbeszéd, ez a közös irány, ez szerintetek meg tud valósulni jelen körülmények között, vagy ez csak egy álom, ez csak könyvek formájában tud létrejönni? Szerintem van rá esély, de teljesen mindegy, hogy van rá esély vagy sem. Nincs más választás, mint csinálni. Tehát nem az a kérdés, hogy ha azt mondom, hogy vajon van rá esély, akkor az azt jelenti, hogy nem biztos, hogy fogom csinálni. Egyszerűen ez ugyan, mint ezek a tanítók, akik itt szerepelnek. Ők nem azért lettek tanítók, mert sikert akartak elérni, azért mert nem volt más választásuk. Nem tudom, érthet. Egyszerűen az a belső valami, ami bennük volt, az nem engedte meg, hogy ne csinálják. És itt is erről van szó, teljesen mindegy, hogy a világban van erre esély. A magot ültetni kell mindig, és minden körülmények között, hogy hány emberbe csírázik ki, és lesz belőle virág, az már nem a magültető kérdése. A magültető meg a feladata, hogy ültesse a magot. És ez a könyvek is, meg a könyvekben szereplők is, meg aki tényleg őszintén valódi, tehát én úgy fogalmaznám meg, egyszerűen erről már Endre célozgatott, az őstudást hozza elő, ami minden tanításban benne van. Ami mindenben egy. Többször hangsúlyozta. Ha ezt próbáljuk folyamatosan előadni, és beszélni róla, és egymásban megkeresni, Akkor az az 1000 ember, vagy az az 5000 ember, vagy az az 5 millió ember, vagy az 50 millió ember, mindegy, teljesen mindegy. Az akkor meg fogja érezni, és ő is fogja keresni ezt a bizonyos tudást. Egy kicsit sajnálatos, hogy egyáltalán kerekasztal beszélgetést folytattunk ebben a témában, mert ennek teljesen magától értetődően az emberi kapcsolatok terén működnie kell. De hát odáig süllyedt a civilizációnk, annak ellenére, hogy látszólag fejlődik, hogy a legtöbb vallás, a legtöbb egyház, inkább az egyházakról beszélek, de már a vallások szintjén is egy korhadási folyamat indult el. Sajnos mindegyiknél ez van. A legtöbbjük korrumpálódott valamilyen szinten, a politika hálójába került, nehezen tud belőle kikecmeregni, megszűntek a spirituális alapú, vagy legalábbis vallási alapú országok. A világi élet, a világi uralom mindenütt uralomra került, és bizonyos értelemben elnyomja, vagy inkább felhasználja ezeket a spirituális utakat. Másrészt meg viszont
teljes mértékben egyetértek az előttem szólóval, hogy szükség van rá, tehát más választás nincsen. Ezt kell megoldani, ebből kell tanulnunk, ebből kell kihámozni az értelmes és odafigyelő olvasónak, közönségnek, emberek milliárdjainak, hogy hogyan tovább, mert különben ez a folyamat csak romlani fog, nem fog javulni. Tehát egyrésztről a kerekasztalokkal kapcsolatban egyik szemem sír, a másik viszont nevet. Örülök neki, én magam is részt vettem neki, volt vendég voltam az egyik kerekasztal beszélgetésen, de ezek azért a felszínen vannak. Szóval a mélyebb tudást, a mélyebb együttérzést, a mélyebb ráérzést, azt mindenkinek saját magának kell kerekasztal beszélgetések nélkül megtalálnia és követnie. Még egy valamit hozzátennék. Sokszor baráti beszélgetésekben, ismerettségben, könyvesboltban, mint tudják, könyvkiadó vagyok, és könyvesbolt van, és ott fölmerülnek ilyen kérdések, és akkor mindig Nagy Lászlót idézem, talán emlékeznek rá, ki viszi át a szerelmet a túlsó partra. Ez az egy kérdés. Semmi más kérdés nem érdekes. Ki viszi át a hitet, ki viszi át a szerelmet, a valóságos valamit, ami a valóság, a túlsó partra, a romláson keresztül. És ezen kell dolgozni. Nincs ez. Itt pusztán erről van szó. És mindenhol, a kis könyvesboltban, két embernek beszélgetve, vagy egy embernek, vagy bárhol, bármikor, bármilyen körülmények között. Ki viszi át a szerelmet a túlsó partra? Még egy gondolatot hozzátennék, hogy igazán ennek a vallásközi párbeszédnek úgy gondolom az emberek közötti párbeszédbe kéne bele torkolnia. Tehát ez a cél, ez a végső cél, hogy mi emberek egymást megértsük, elfogadjuk, tisztelettel legyünk egymás felé. És ezt kell elősegíteni. Na most, ha megnézzük a fáklyavivőket, köztük nem volt semmiféle háború, ellenségeskedés, gyűlölködés. Sőt, a idézett gyűjtemény a három könyvben olyan, mintha egy ember írta volna. Ez egy döbbenetes dolog, hogy teljes az egység. Ez egy nagyon jó minta nekünk. Viszont ahhoz, hogy mi emberek egymáshoz közeledjünk, tényleg egyfajta érdeklődés kéne, egy őszinte érdeklődés egymás felé, és ezt vágyni kéne, ez kéne legyen tulajdonképpen a legfontosabb. Egy másik beszélgetés, amit nemrég történt velem, arra idéznék, hogy arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen minden ürügy ebben a kis életünkben azért, hogy mi találkozzunk, mi emberek egymással találkozhassunk, és megtaláljuk a hangot. A munka, az élet különféle játékai, élvezetei, örömei, nehézségei mind azért vannak, hogy ember emberrel találkozhasson. És ezek a találkozások rosszul sülnek el, az nagyon rossz. Akkor valami összedőlt a világunkba, és a vallásközi párbeszéd, az egész vallási tolerancia ügy, ez az emberek közötti tolerancia és elfogadás ügybe kell, hogy torkoljon. Hogyha azt nézzük, ami körülöttünk van, az egész világ, ez egy ilyen spirituális mélyrepülést vett, nem most, de mostanra ennek a jelei már nagyon erősen itt vannak. Az egész materialista berendezkedés, az egész anyagelvű szemlélet, ahogy a világunkat megpróbáljuk felépíteni és valahogy összetartani, ez jellemző erre a korra, jellemző volt korábbi korokra is, de talán a mostanira leginkább. Én még visszaadnám neked egy kérdés erejéig a mikrofont, Attil, és aztán majd a vendégeinknek is, hogy a spirituális útkeresésnek ebben a környezetben, amiben élünk, ebben a környezetben te hogyan látod a jelentőségét, illetve azt, hogy ez a könyv ehhez az egészhez mit tud hozzáadni. Hogyha valaki azt mondja, hogy ő keres, azt hiszem elhangzott, hogy vannak olyan emberek, akik nem tartoznak semmilyen valláshoz, azt hiszem István, te mondtad, ugye, hanem keresők, tehát hogy magányos keresők, hogy ez a könyv, ez ebbe az irányba tud-e bárkinek egy alapkő lenni, hogyha el szeretne indulni valamilyen irányba, Attila? Igen, ez a spirituális úttal kapcsolatban az emberképről, vagy én képről az előbb már mondtam egy pár dolgot, tehát a tét az, hogy rend van-e a fejekben, és hogy önmagunkkal harmóniában vagyunk-e. És
ha valaki erre egyedül nem képes, már pedig általában az emberek nem képesek erre, akkor keressenek egy mestert maguknak. Válasszanak valakit, válasszanak egy irányzatot, egy utat, ami őket el tudja vezetni, közelebb tudnak kerülni önmagukhoz. Most beszélhetnénk Istenről, de most, ha valaki nem vallásos, most ne Istennek nevezzük, hanem nevezzük ahhoz, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz, boldogságunkhoz, békénkhez, harmóniánkhoz. Erről szól az egész munka. Az embernek egy komoly munkát kell végeznie, és kell bizony ezért erőfeszítéseket tenni. Kérdés az, hogy érdekli az embert ez a dolog. Ha érdekli, akkor el kell indulnia valamilyen úton. Akár felcsaphatja ezt a könyvet is, megnézheti ki az, aki a szívéhez leginkább illik, passzol, és azon az ösvényen el tud indulni szépen előre. De enélkül, az úgynevezett spirituális téma nélkül, hogy az élet legfontosabb kérdéseit az ember megértse, tisztába jöjjön, bizony nincs előrejutás, nincs előrehaladás, nincs értelme az életnek. Márpedig miért élünk a Földön? Hát azért éljünk, hogy fejlődjünk a szeretetben, szabadságban, bölcsességben. Azért élünk a Földön, hogy egymással jót tegyünk. Ez, ha természetesen megvan egy emberbe, akkor rendben van. De ha nincs meg, mihez kezd vele? És ekkor jönnek a mesterek, a spirituális utak, bárhogy is nevezzük, egy képzésre van szükség, a szeretetet is tanulni kell bizony. El kell indulni a szeretet ösvényén. A jó cselekedeteknél is bátorságra van szükség. Ugye Teréz anya évekig nem mert kilépni ugye a szegény negyedbe. Aztán utána, amikor kilépett, akkor még engedélyt is kellett kérnie, vagy egy évtizedet eltökölt azzal, mire egyáltalán az első lépéseket megtette ezen az úton. És aztán még miket kellett megélnie, amíg magát egyre jobban odaadta másoknak. Én úgy gondolom, az egész út arról szól, hogy hogy tud az ember egyre többet adni másoknak. Hogy tud egyre többet adni magáról. És egy idő után szembe találkozik ezzel a kérdéssel az ember minden egyes úton, mert ez az egy útja van a fejlődésnek, és ez az egy útja van annak, hogy az ember tisztán és örömmel a tükörbe bele tudjon nézni. Én akkor most tőled megkérdezném, hogy azoknak a spirituális keresőknek, akik már tudják, hogy keresők, vagy akik még nem tudják, hogy keresők, de azt érzik, hogy van valami hiány az életükben, és talán ez lesz az az irány majd, amifelé elindulnak. A saját élettapasztalatotok, a saját életutatokat felhasználva, mit javasolnátok azoknak, akik még nem találták úgy meg a saját útjukat, mint ahogy már ti? Talán az egyik első, hogy tényleg kereső legyen. Tehát tudja önmagáról azt, hogy ő még nincs ott, hogy mindent tud. Sajnos manapság a fiatalokat is, minket is, mindjártunkat arra nevelnek, hogy te vagy a tökéletes, te mindent tudsz, aki nem úgy beszél, ahogy te beszélsz, az rosszul beszél, tehát az a rossz. Nem. Igen, magunkat kell fejleszteni, magunkat kell növelni, magunkat kell finomítani, de a önmagunk vizsgálata nélkül. Tehát, hogy megvizsgáljuk azt, hogy vajon én tényleg tudom ezt, hogy is van ez? Tehát az önvizsgálat, folyamatos önvizsgálat kell ahhoz, hogy tényleg az ember úton tudjon járni, bármilyen úton. Tehát itt ez bármilyen útról van szó. Egy folyamatos önvizsgálat, keresés, és nincs más lehetőségünk. Tehát 80 éves vagyok, ma is kételkedem az, hogy vajon sikerül-e? Vajon elérem-e azt a pillanatot, amikor az átlépés jön, hogy ébren tudok-e maradni? Nem tudom, ez a megfogalmazás érthető-e. De törekszem rá. Minden másodpercemben törekszem rá. És ez a lényeg. És mindenkinél ez a legfontosabb, szerintem.
és akkor ha ezt próbálja, akkor előbb-utóbb meg fogja találni azt az utat, azt a mestert, ha mestert keres, azt a tanítót, azt a papot, vagy azt a szerzetest, akitől tanulni tud. Hát, hogy mit javasolnék? Hát, hogy legyek kicsit populáris ezt a könyvet javasolni. Én a kérdéshez elválaszom, hogyha valaki szeretne eligazodni ebbe a nagy dzsungulyba, ami tényleg mára a túlzottan elmaterializálódott világunkban, de szerintem jól mondtad, hogy mindig is ilyen materiális volt ez a világ. Legfeljebb most valahogy nagyobb optika nyílt szét, és jobban tudunk mindenről, meg hát a technika, ugyanis technikai fejlődés az is olyan szintre lépett, hogy minden materiális, minden anyagszerű. De a buddhista tanítás is biztos vagyok benne, mert tudom, hogy a többi tanítás is megállapítja azt, hogy az alapvető jóság az az emberben benne van, létező dolog. Az a probléma, hogy ezt az alapvető jóságot eltévesztettük, nem vettük észre, elfelejtettük, és ezek a tanítók erre vezetnek minket vissza, hogy megtaláljuk ezt az alapvető jóságot, eljussunk az alfáig, eljussunk az origóig, eljussunk a Tibetben a tibeti A betű tulajdonképpen az, ami a tudat tiszta természetét szimbolizálja. Azt kell megtanálni, azt kell felfedezni, minden gyakorlat erről szól, minden tanítás. Itt fontos a szemlélet elsajátítás, ezek a könyvek nagyon nagy segítséget nyújtanak a szemlélet elsajátításba. A szemlélet elsajátítása után jön a meditáció, és utána a cselekvés. Ez a három fogalom, ami egymás után jön, ami az ember kivezetheti ebből a kátyúból, ami nem lesz egy könnyű feladat, mert rendkívül sok erő, energia dolgozik ez ellen. Ezek ellen kell felvenni a harcot, idézőjelben mondtam ezt a felvenni a harcot, de valamilyen módon magunkban visszatalálni, és ebben az esetben, ha lesz pár 10-100 ember a Földön, aki erre képes, akkor talán valami ki is sülni ebből. Köszönöm. Tudom, hogy a mai este rövid, még nagyjából egy negyed óra van hátra a 6 óráig. De mégiscsak feltenném azt a kérdést, hogy ti hogyan látjátok a vallások jövőit? Ugye most itt nem egy-egy vallásnak, hanem úgy unblock a világ vallásainak a jövőjével kapcsolatban. Milyen meglátásaitok, megérzéseitek vannak? Ha az úgynevezett, hogy fogalmazzam ezt meg, azok a vallások, azok a, tehát most héten ez jut eszembe is, de nem jó szó, csak nem jut más szó eszembe, az úgynevezett államvallások. Tehát most nem az, hogy az állam irányítja azt a vallást, hanem az, amely tehát a rendszerezett vallások nem tudnak megújulni, akkor nem sok esélyük van. Mert az alapjuk ezeknek az építménye, ezeknek az építményeknek összeomlik. Nincs vese, összeomlik, mert arra épül, mindegyik arra épül, a kereszténységtől a iszlámig, és még egy párat lehetne sorolni, most nem akarom, mindegyik arra épül, hogy én vagyok az igazi. És ilyen nincs, hogy én vagyok az igazi. Olyan van, hogy én is tudom azt, hogy hogy kell eljutni Istenhez. Ha ezt el tudom fogadni, és elkezdem így a világot tekinteni, akkor van esély a vallásnak, a hitnek, a lelkiségnek, a megújulásra és a tovább lépésre. Ha ezt nem tudom megtenni, akkor nem látok sok esélyt rá, mert pontosan ezt a egyediség, hogy én vagyok az igazi, ezt használja ki az a hatalom, amelyik nem akarja, hogy eljussunk oda, ahova el szeretnénk jutni. Azt hiszem, direkt a végére hagytad a legnehezebb kérdést, mert ez tulajdonképpen tényleg az. És hát amennyiben az emberi tudatfejlődés
nem gyorsul fel, nem fejlődik és nem stabilizálódik az előbb elmondottak alapján, akkor egyetértek Istvánnal, hogy nincs jövője a dolognak. Tudnélik, olyan mértékben a vallások és egyházak különösen azonosultak különböző érdekekkel és különböző felfogásokkal, hogy ebben igazán béke nem nagyon lehet. Csak egyéni szívekben, egyéni lelkekben lehet béke, ami nagyon fontos természetesen, mert minél többen leszünk, annál jobb. De hát gondoljunk bele, hogy 8 milliárd ember él a Földön, és ezek között azért nem mindenki egyforma. Tehát azért elég sok olyan minden van, ami azt nagyon bezavarhat ebbe a nagy közös egységbe és ebbe a közös, hát szeretetteljes jövőképbe. Dolgoznunk kell rajta, ezért vagyunk mi itt talán közkatonák, vagy talán még annál is alacsonyabb szinten lévő egyének, akik próbáljuk ezt bemutatni, vagy a magunk szintjén és a maguk stílusában ezt ismertetni, hogy minél több ember ismerkedjen meg ezekkel a dolgokkal, vagyis magával a tradícióval. Visszakanyarodtam ehhez a szóhoz, mert ez nagyon fontos szó. Hát ennyit tudok mondani, nem tudom, hogy kérdésekre van-e lehetőség, vagy igen. Én még annyit tennék hozzá, hogy most a keresztény filmes könyvnapok kapcsán valahogy nagyon sok lehetőség volt, hogy tévében legyek, és a legalább, szóval jó sokszor, és az egyik legizgalmasabb pont számomra az ez itt a kérdés volt, amiben többször is szerepeltem, 4-5-en beszélgettünk témákról, és nagyon érdekes megfigyelés volt, hogy például a vallási tolerancia beszélgetésnél, hogy egyszerűen a közönség arra leginkább vevő, amikor a legnagyobb az őszintesség, a nyíltság. Nem hülyék az emberek, se itt, se Kínába, se a világ legtávolabbi pontján olyan erős már a média, hogy tévét néznek még az eszkimók is. A Kumba Mélán a mesztelen szaduk a tévé előtt ülnek és csapkodják a hasukat, tehát most már ez van. És azt kell, hogy mondjam, hogy hogy ami betalál az emberi szívekhez, azok a gondolatok, amikor az ember nyíltan felfedi önmagát, amikor nyíltan beszél a fájdalmáról, és a legőszintébb dolgokról, azok hatnak el igazán a többi emberhez, és a vallásoknál is ugyanez van. Vagy meg tudnak újulni úgy, hogy egyre inkább lefele mennek, alázatba, ugye mondják, hogy a legkisebb a legnagyobb. Tehát, hogyha alázatosak lesznek a másik vallásokkal, a másik utakkal, a másik irányzatokkal szemben, a másik emberrel szemben, akkor lesz előrelépés. És hogyha őszinték lesznek önmagukhoz, és nyíltan beszélnek a saját hibáikról, felmerik vállalni, sőt, más se akarnak, csak azt, hogy ezeket a hibákat feltárják, kimondhassák, hogy ők szeretnének változni, de elismerik, hogy ebben tévedtek. Ugye nagyon nagy előrelépések történtek azért, ugye itt most a századunkban például az egyik legnagyobb esemény, amikor II. János Pál pápa például bocsánatot kért több nagy vallás képviselőjétől. Vagy amikor ugye összehívták Assisibe a vallások világ találkozóját, és Assisibe egy közös meditációval, vagy egész pontosan azzal indítottak, nem is meditáció volt, hanem meghallgatták egymás imáit. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy csöndben odafigyeltek a másikra, mert ez a lényeg. Ugye Sri Csimnoj még 1983-ban a vallások parlamentjének, a világvallások parlamentjének 100. évfordulóján egy meditációt vezetett az embereknek, ő az ENSZ meditációs embere volt, és meditációt vezetett. De én úgy gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb esemény az, amikor nem közösen meditálunk, hanem odafigyelünk a másikra. Ezért volt zseniális szerintem, és ihletett II. János pápának ez a törekvése. Amúgy sok ilyen vallási világtalálkozó van, most például Kazaksztánban évente, Asztanában szerveznek egy világtalálkozót. Vannak próbálkozások, a II. János Pál pápa féle próbálkozásnak vannak azóta ilyen éves ima csoportjai, ima találkozói, és vannak még például a Indiában is elindított a Sankirpal Singh egy vallások találkozóját, ami szintén egy nagyon fontos dolog,
és azt hiszem azóta is tart a Szandmat jógába, ezt, hogy szervezik ezeket a találkozásokat. Vannak ilyen próbálkozások, de igazán mélyre szerintem nem ezek fognak vinni, hanem azok, amiket az előbb mondtam. Köszönöm szépen. Az időnk nagyjából lejárt. Ennyi fér bele a ma esti beszélgetésbe. Az előbb feltettétek a kérdést, hogy lesz-e kérdésfelelek. Lehet kérdezni úgy az Attilától, mind az Istvántól és a Tibortól, de ezt már kötetlen formában. A kiadó készült frissítőkkel, friss pogácsával, tehát invitálnánk Önöket, hogy kóstolják meg, illetve nézzenek bele a könyvbe, ha még valaki ezt nem tudta megtenni. Hogyha szeretnék megvenni a könyvet, akkor az Attila tudja dedikálni, tud pár kedves szót írni a könyveknek az elejére, borítójára. Nagyon szépen köszönöm vendégeinek, hogy elfogadták a mai találkozóra a meghívást, és hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Attilának, hogy ezt a csodálatos három kötetet létrehozta. Köszönjük szépen, hogy Önök elfáradtak ide és meghallgattak bennünket a mai este folyamán. Szép estét kívánok Önöknek! Viszont.